csinálunk egy kis körbe, kicsi sár is van. Hát valaki még régen nem marad, megvágyjuk. Belefér. Nem állok rá, mert megszentségtelenítem. Igen, hát azt mondja. Igen, nem szabad. Nem. Szabad. A többség már itt van, úgy látom, a utolsókkal azért nem várjuk meg, mert akkor még már rosszul a nyúlna a dolog. Miért álltunk meg ellen a kő mellett? Nem azért, mert egy különleges kő, illetve azért, mert egy különleges kő. Elég messziről érkezett. Vaskapu szabályozásánál a vaskapu szikla. Egy tutajjal hozatták fel a Dunán, és hogy került ide? Sztróbor Lajos kezdeményezésére, és abban az időben, amikor ő az FS2-es könyvetetét kialakította, szükségesen tartotta, hogy ide hozasson egy vaskapúra egy sziklát. Kettőt, mert ott van egy kisebb testvére is ennek. A kettőt, igen, a kisebbiket. Ez a fontosabb, mert ebben van egy érdekes hárompajzsos művész címer beledésve, és nem volt egyszerű dési ezt a követ, de Rubalos, hogy emlékezetessé tegye ezt a sziklát, belevésett a művész címen, a hárompajzsos művész címer. És itt a tetején nem látszik, de itt volt egy szobor, egy róka szobor, amit egy bronzból volt, és akkor is már voltak ilyen hogy mondjam, a fémgyűjtők, és akkor bronz szobort elgyűjték. Úgyhogy azóta csak a régi képeken lehet látni, hogy a róka szobor ott volt, de ott már nincs a róka szobor ott. Intézkedni kell, hogy a róka szobornak tegyünk tovább. De fotót kell először. Adunk fotót róla. Hát ez ugyanilyen vaskapú szikla, a nagyobbik, a kisebbik pedig itt van. Fotózni érdemes, mert vaskapú sziklát nem minden nap fotózhat az ember. Most picot lehet. Ezek a gödröcskék az eredet? Eredeti gödröcskék vannak benne, hogy azóta nem. A gödröcskéket nem ő csinálta, az a víz csinálta, amikor a vaskapúnál ezt kirabbantották a sziklát. Hát őszintén szóval úgy néz ki, hogy nem is nem fog ez innen elmenni, ha csak nem. Nem, mert már benőtt a fa is. A benőttet már minden már itt a moha meg a... Na, a lényeg az valaki dolognak, kérdezte, hogy Gingó Biloba fa hol van. Itt van mellette. A szobor mellett. Na. Vagy a fa mellett. Még egy érdekesség, a Gingó Biloba fa itt van mellette. Mármint az a másik. A másik. Igen. A fakics. Ez a másik a vasszal. A másik a vasszal. Össze tudtam keverni. Itt meg fogunk állni, már hál' Istennek itt vagyunk az emberkárnál. Itt tudod vagy itt, ugye Klári? Nagyon jó, akkor tudjuk csinálni. Odaállják tovább elvétre? Először erről szobor. Strobl Alajosnak jó néhány tanítványa volt, és a tanítványait időnként megkérte, hogy a epreskert szobászati díszeit segítsenek be, és Lucius Verus szobrát Fakics Ernő szobrász tanítványa faragta ki, és a másik oldalon látunk egy Hermész helyet, amit a Vaszari László tanítványa faragta ki Strobl-nak. Herkules. Herkules. Most nem megyek sehová, Hermész. A lényeg, oda van írva az oldalában, hogy a becsület olyan erős, mint az oroszlán. Azt ki lehet betűzni, ha valaki kicsit ügyesebb. Ennek ez a mondás kedvenc mondása volt Strobl Lajosnak, itt azért belevésette ebbe az oszlopba. Ennek is már ugye több mint már 100 éve, ahogy itt van ez a két szobor. És remélhetőleg még egy darabig itt is lesz. Még legalább ennyit megérni. Még muszáj neki ennyit megérnie, mert az én életemben már itt fog maradni. Viszont a Kálváriáról fogunk néhány szót mondani, mert a Kálvária nem lenne itt, ha nem lett volna Strobl Lajos. Amikor megtudta, hogy a Kálvária téren ezt a barokk Kálváriát lebontják és elhelyezik és kidobják, akkor Strobl Lajos a kezdeményezésére és a saját zsebére hozatta át a kövenként a szobrokat, a Kálvária köveit, megszámozták, fuvaronként hozták át, itt a tanítványai segítségével összerakták.
azóta itt áll ezen a helyen, viszont olyan állapotban volt 2 évvel ezelőtt, hogy már utolsó percben egy alapítvány jött létre, a Parok Káváriát megmentésére egy alapítvány, és hál' Istennek 2010-ben a Kávária újra visszakapta régi fényét. 2006-ban persze, meg 2010-ben volt, avatták a Zajusert hozott a 2006. Azért tudom, mert itt voltam pontosan akkor avatásnál. Aláírtuk ezt a bizony operát, amit befaladtak itt a Zoralába. Nagy ünnepélyes külsőségek mellett, közép munkában, nem tudom mennyi pénzből, de nem kevés pénzből, hál' Istennek újra visszaállították. Olyan gond volt vele, hogy a párkányon lévő kövek már kilazultak, egyszer életveszély volt fölmenni. Most is lehet. Ott jutott lehet, és most jutott, be is lehet menni a Káváriába. A Kávária készítője a valószínűleg Máján Rosszán András, barok. Kávárinak a régi funkciója volt, hogy bent a szobor mindig elhelyezett egy készülő szobrot, vagy egy elkészült szobrot, egy tetővilágításon keresztül egy különleges megvilágításon volt a szobor. Erre büszkék vagyunk, hogy ez végül is most már úgy néz ki, hogy hosszú távon megmarad. Látszik, hogy a kövek azok már újra lettek faragva, és a régi mintát alakulnak. A kapuzat. Azt hiszem, hogy akinek a lépcsőmászás nem okoz nehézséget, nyugodtan menjen föl. Különösebb kényszer. Nem kell, mert elég magas a korlát, tehát a Kávériát most is használják különböző kiállításoknál, és különböző rendezvényeknél, akár zenei, mondani,